Szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket, köszöntöm Önöket. Nagyon röviden el szeretném mondani, hogy én arra vállalkoztam, hogy némileg koordinálom, kiszolgálom ezt a mai alkalmat. El szeretném azonban mondani azt is, hogy miért mertem erre vállalkozni. Hát egy nagyon egyéni, szubjektív oka volt. Végig tekintettem a rádió vezetőinek a során, és azt láttam, hogy egy dolog azért megkülönböztet sok mástól, az, hogy én vagyok egyedül villamosmérnök ebből a sorozatból, és úgy gondoltam, hogy akkor kötelességem az, hogy a Kutor László által itt ismertetett és valóban nagyszerű törekvést és nagyszerű eddigi munkálkodást, azt valahogy a rádiósokkal folytassuk. Tehát így kerültem ide. Na most azt is el kéne mondani, hogy hát tényleg az informatika sodrában, abban az óriási mai fejlődésben, amit látunk, mit kereshet egy visszaemlékezés egy igencsak patinás, hagyd ne szégyelljek kimondani, öreg intézményre, hogyan kerülhet itt sor. Na most én arra nem tudok vállalkozni, hogy szépen elmondjam akár a legfontosabb fejlődési lépéseit is a Magyar Rádiónak, de arra igen, hogy vajon mi köthet össze minket, mi kötheti össze ezt a 90 éves intézményt a mai informatikai sodrással, azzal a hatalmas területtel, amit ma ilyen néven foglalunk össze. A Magyar Rádió hogy került ide? Ez lenne az, amit villanásszerűen, valóban nagyon önkényes válogatással szeretnék én itt nem is elmondani, csak érzékeltetni, és ugyanakkor azt is hozzáteszem, hogy néhány kivételtől eltekintve, sok korábbi törekvéssel együtt megnéztem ezeket, én is úgy döntöttem, hogy el kell hagyni rengeteg nevet, mert vagy az ember 300-400 kollégát kellene, hogy felsoroljon teljes joggal, azokat, akik részesei voltak és meghatározó részesei voltak ennek a 90 évnek, vagy pedig hát azt a rossz és bizonyos értelemben barátian kíméletlen megoldást kell választani, hogy nem. Néhány nagyon-nagyon régiről, akikre ma már csak emlékezhetünk messziről. Tehát a Magyar Rádió mindegy 90 éves műhely. Vajon hogy köt a mához? Hát én szerintem minden fellengzőség nélkül azt mondhatjuk, hogy legalább ezek a területek olyanok, amelyek szinte az első percektől kezdve megjelentek a rádió életében. Hát nem tudom, hogy el kell-e mindegyiket részletesen mondani, de ha belegondoltok, a mechatronika az első percektől megjelent, majd látni fogjuk mindjárt, hogy mechanikát és elektronikát állandóan kombinálni kellett, ez akkoriban nem volt nagyon elterjedt metódus a műszaki életbe. A következő, hogy modulrendszerbe kellett gondolkozni szinte mindig, mert egymással helyettesíthető, egymással kompatibilis, ha semmi más nem a kezelők munkáját megkönnyítendő, nagyjából modulárisan egyforma elemeket kellett használni, és ez a konstrukciókban már elég késő jelentkezett, nálunk korán jelentkezett. Aztán ugye ott van az igényes hangzásvilág, a sztereofónia, amely az első perctől valami módon megjelent. Az igényes hangzásvilág már a telefont hírmondónál igény volt, és állandóan azon dolgoztak, hogy hogyan lehetne jobbá tenni a hangzását. És ugye elterjedt egészen odáig, amikor a munkatársaink már ilyen kvadrafónikus kísérleteket is csináltak, jó néhány évig mentek ezek. A félvezetők korai alkalmazását elsősorban a mobil igények tették szükségessé, meg a kis fogyasztás, meg a bonyolultság könnyű növelési lehetősége. Ezek is mind ott voltak, látni fogjuk majd egy-egy felvillanásban, hogy milyen korán. Az interaktivitás megint csak a rádió szinte első éveitől kezdve komoly igény volt. Ott lenni, a hallgatóval valamilyen kapcsolatba lépni, hát ennek aztán nagyon különböző fokozatai voltak, természetesen a mai internetes rádiózás ennek nyilván a csúcsa, de ahogy mondtam, a 30-as években is egy bizonyos interaktivitás megjelent. Aztán, mikor már nagyon közel került a mai
informatikához az a rádió. A rádió az a programozható megoldások keresése volt. Elsősorban ugye az adáslebonyolító eszközöknél, az adások összeállításánál lehetett használni előnyösen és kényelmesen a programozható berendezéseket, és hát a digitális jelfeldolgozás is megjelent, akár az egyszerű riporteri munka is így megy ma már, még ha a riporter nem is tudja, hogy ő azt csinálja, és eljutott odáig, ahol majd itt a utolsó előtti előadásban hallani lehet, hogy az adat mindenhatósága, hogy tényleg már lassan nem is hangról beszélünk, hanem adatról beszélünk, és adatot kezelünk, és adatot tárolunk, és adattal bánunk. Na most a telefon hírmondó nem csak jogelőd volt, tehát 90 évről beszélünk, de bizony jócskán, jó 13 évvel a rádió indulása előtt, hogy a telefon hírmondó már működött. Én azt írtam föl, hogy annyiban ez szakmai műszaki előd is volt, hogy ez egy rendkívül kitűnő szabadalom volt, amit jó időben, jókor, jó módon szabadalmaztatott le Puskás Tivadar. És ez hosszú évtizedekig üzlet maradt, és hosszú évtizedekre indított el valamit. Legalábbis ez is, nem csak önmagában ez. Na most fölírtam, nagyon gyorsan átcsöpök rajta, hogy egy szellemes transformátoros megoldással lehetett a várost behálózni. Egyszerű, tartós, felhasználói végpontok voltak, amit itt lenn látni lehet, csodálni lehet azokat a fejhallgatókat és fali csatlakozókat, amik ott vannak, tényleg remek művek. Megjelent az a fogalom, hogy csatolt szolgáltatás, ha nem is mondták és nem is tudták, ez az óra szolgáltatás volt, egy pontos időt adni egy városban, hatalmas ötlet szerintem, hatalmas ötlet, és úgy volt egy, ezt kevesebben tudják, hogy volt egy riadójeladási lehetőség is, tehát elvileg egyszerre lehetett körzeteket, vagy akár egy egész várost riasztani egy ilyen extra hanggal, tehát megjelent a csatolt szolgáltatás fogalma is. És hát ezek vannak itt föl, vázolva, de tényleg csak vázlat, abban az értelemben, hogy megvan a, ez a, mindig csak két vezetékről ment egy zóna, egy körzet ellátása, többször két vezetéken lehetett ezt csinálni, komoly vezetékspórolás, komoly hálózati spórolás lehetett így csinálni. Hát a pontos időről nem kell beszélni, ide raktam föl Svetics Emil műszaki igazgatót, ami arra egy nagyon jó példa, hogy itt volt egy jó feltaláló szabadalmaztató, volt egy nagyon jó utódja menedzserként, üzletemberként, és ő az üzlettel fogalmazott, és volt neki egy műszaki igazgatója, Svetics Emil, aki állandóan csak a műszaki megoldás tökéletesítésével foglalkozott, és ez egy nagyon-nagyon nagyszerű dolog volt. De aztán 1925-ben, mikor a rádió ténylegesen december 2-án elindult, ugye akkor tudjuk, hogy a telefont hírmondóval, illetve a Magyar Távirat Irodával közös részvénytársaságban működtek ezek a szervezetek, de 25 és 49 között a stúdió maga, ahol a műsor elkészült, az a postához tartozott. A kezdeti időszak gárdáját, itt van a kivétel, amit megtettem, ezeket a neveket fölírtam, nem lehet nélkülük ilyen előadást lebonyolítani. Elsősorban Magyari Tomcsányi nevét kell megemlíteni, Tomcsányi Istvánét. Ők tényleg a rádió tényleges vezetői voltak. Békési György is rengeteg érdemmel rendelkezik a rádióban és a magyar rádióban is, de hát mint későbbi Nobel-díjas kollégánk, elnézést, ez vicces megjegyzés, egy kihagyhatatlan ebből az időszakból, és az első évek műszaki gárdájában föl van sorolva Alkér Tibor, Kovács Zoltán, Zakariás János, Túr István, Németh István, és később Tomcsányi István unokaöccse, Tomcsányi Béla is, tragikus sorsú Tomcsányi Béla is csatlakozott ehhez a kezdeti gárdához, és a háború utáni újjáépítési időszakról felsoroltakat Ballagi Károly, Csillag Gyula, Sófalvi Károly, Búrján Mihály, Szabó Miklós, az, akit talán elsősorban ki lehet emelni. Én annyit teszek hozzá, ennyi szubjektum is megengedhető, hogy én már csak a Szabó Miklóst ismerhettem és dolgozhattam vele. Ragyogó munkakedvvel dolgozott szinte utolsó perceig, és ő kezdetben a külső közvetítésekkel, az URH kapcsolatokkal foglalkozott, de aztán nyugdíjas korában
a rádió történetének a rögzítésével, nem műszaki fejjel, nem úgy írogatott a történetről, hanem egész egyszerűen, szárazon, adatszerűen, tényszerűen rögzített mindent az ég adta világon. Nem csak műszaki, technikai dolgokat, hanem olyan dolgokat, hogy új szereplő jelent meg a Szabó család Hasamrai Tök XY évhó napi előadásában, és ezt úgy hívták, hogy mindent a Szabó Miklós rögzített, úgyhogy elévülhetetlen érdekei vannak a rádió múltjának a megjelenítésében. Na most hát ugye ebben az időszakban, tehát a 25-től a 40-es évekig terjedő időszak, azzal írható le, itt erre már volt vetítés, hogy megjelent a csodadoboz, tényleg csodanémeikbe belenézni, főleg már mai szemmel, én is ugye nem tudom abba hagyni, hogyha hozzáfogok, és hát ami megint lenyűgözött engem, hogy Budapest utcáin megjelent tucatnyi vagy több kereskedés, mindent lehetett kapni, mindenre volt árjegyzék, ez a Hornyák árjegyzéke. Hornyák árjegyzékébe nem számoltam meg, de bárkivel szívesen fogadást kötök, hogy legalább 2000 féle. Hát most persze bennem, hogy csőből van benne 300 féle cső. Ennyiféle alkatrész szerepel a Hornyák árjegyzékébe, közben készüléképítési tanácsok, egészen kivételes pezsgő élet indult meg. Én utána néztem különböző ilyen magánfeljegyzésekbe, magángyűjtemények darabjaiban, hogy ez a szobákban megjelenő csoda, ami az embert odaültette, leültette, díszhelyet kapott a lakásban, ez néha egész egyszerű emberek családjában is így volt, és láttam, hogy nem egy szakmunkás, és hát tényleg nem magasan kvalifikált ember kezdte el megtanulni, hát nem tudom, hogy a rádiótechnikát mondjuk így, de ezen keresztül nem túlzás, mai szó használtam volna, az elektronikát. Egészen csodálatos, hogy hányan csinálták ezt. Tehát elindult ez a csoda, és hát érdemes megnézni, hogy egy hosszabb, több évtizedes távot tekintve milyen környezetben kellett ennek a csodának műszaki fejlesztési oldalról működni. És bocsánat, itt ezt szerettem volna. Azt lehet tapasztalni, hogy ez a csoda, ez, ami az élet részévé vált, ez képzett, elkötelezett szakemberek sorát találta meg pillanatok alatt, ahogy mondtam, és egy hatalmas érdeklődő tábort, aki technikailag is érdeklődött, nem csak használta ezt az eszközt. Korszakokon át nagyon sok speciális igényt kellett megoldani. Olyan igényt, amire nem volt valahol kapható termék, hanem fölmerült egy probléma, és azt meg kellett oldani. Fölmerült egy probléma, hogy a mikrofonok, maradjunk a mai napnál, azok a 4 kilós szénmikrofonok a hatalmas árammal, amit át kellett rajtuk zavarni, és a így keletkező rettenetes zajjal nem jó, valamit kell helyettük csinálni, és akkor hát megnézték, hogy mi van a világban, lehetett is egyet más kapni, de sok minden saját maguknak kellett kitalálni. Na most a másik, hogy kezdetben fejletlen, később pedig akadályozott volt a kooperáció. Tehát ha tudtuk is, hogy van valami, nem tudtunk hozzájutni. Hát itt a legutolsó időszak, az utolsó harmad elején embargó devizahiány nehezítette ezeket a dolgokat, tehát a kooperációt, azt, hogy ne kelljen mindent saját magunknak feltalálni. Na most ezen a képen itt látjátok a csupaszon, már így már nem látjuk, a bunkert, ami jelképezi, mint egy emlékműve egy komoly időszaknak, úgy komolynak, hogy itt autarkiára saját magunk, csináld magad mozgalomra kellett berendezkedni. Ez később, ez annyira az öröklétnek szánt bunker volt, hogy ezt bele kellett építeni az irodaépületbe, tehát körülöleli a ma a Pollák Mihály téren lévő épület. Tényleg egy örök mementója annak, hogy volt egy elzárkózó időszak, ami nagyon nehezítette az itt dolgozó műszakiak munkáját. Hát itt sorrendezni nehezen tudtam, ezért ide tettem be egy következő képet, amely azt próbálja mutatni, hogy a fénykor valamikor úgy 1970-es évek, 80-as évek felé érte el tényleg a zenitjét,
Ez egy dombóvári áruházban készült kép, amelynél látszik, hogy csak csillárból van több, mint rádiókészülékből. Tényleg hatalmas típusválaszték, mindenféle igény kiszolgálása megjelent, ahogy mondani szokták, a látás igényeké is, tehát azt is adtuk, amit nem is biztos, hogy magától kért volna a fogyasztó. Úgy általában ez egy terméknek egy nagyon komoly zenitje, mint mondtam. Tehát ez jelent itt meg. Most beszéltem arról, hogy a műszaki munkát nagyban befolyásolta, hogy speciális igényeket kellett kiszolgálni, állandóan gombokat elcserélem. A speciális igények közül mutatnék itt néhány érdekességet, amit sokan persze ismernek, hogy itt van egy háttérzajkeltő a kezdeti évekből, látszik, hogy különböző csengő-bongó hangok keltésére szolgál. Ez nagyon érdekes, itt a jobboldali képen, ugye ez egy szünetjelgép, ami ennél megállok, mert azt mondom, hogy na ez az elektromos gitárnak az őse. Ez tulajdonképpen két részből áll. Itt egy motorból, ami egy csigahajtáson keresztül forgatja ezt a tüskés hengert, és ez kis nyelveket penget. Ezek a mai zenedobozok is, ugye, amiket ismerünk, és díszként, dísztárgyként léteznek. Igen, ám, de alatta egy, hát gyakorlatilag egy elektromágnes volt, amit ma azt lehetne mondani, hogy elektrodinamikus érzékelő, és ez utána jelet adott, mégpedig a megpendített hangoknak megfelelő frekvenciákat és jelet. Tehát tulajdonképpen tényleg nem túlzás, hogy ez is egy olyan elektromechanika, egy olyan mechatronika, amely mai eszközökben sok-sok év szunnyadás után korszerű formában ugye ott van és megjelenik. Voltak érdekességek még, ja, itt a régi nagy testvére, rossz a kép, de könnyű beazonosítani, hogy ez egy szünetjelzőgép, amelyben három, itt ugye az egyik, a már működő három szünetjel, ami akkor a szükség volt, egy végtelenített szalagon generálható, tehát látszik, hogy itt sem állt meg az élet, mindig új technikának megfelelő dolgot ki kellett találni, és a jobb oldali képen pedig egy a házi kommunikációt megvalósító, akkor nagyon korszerűnek képzelt csőposta szolgáltatás működött a rádióba. Hát csak viccből mondom, hogy ott van egy férfiú, aki sok Fradi, MTK, Dózsa, Vasas, stb. Szurkolóknak okozott hol örömet, hol nagy káromkodást, ugye az a Novotny Zoli, őt föl lehet ismerni, nem mindenkit lehet fölismerni mindig ezeken a képeken. Tehát a sok egyedi próbálkozásnak voltak persze néhány évig tartó, aztán a technikától meghaladott módszerei, de hát ez vitte előre a mindennapi életünket, ezért volt minden nap munkánk. És akkor hát itt a lemezvágó berendezésekből van fölvillantva két kép. Azt hittem, valahol itt is indult a mechatronika. Hát ha az ember jó megnéz egy ilyen lemezvágót, az ottani követelményeket, hogy hány grammal, hogy nyomhat például egy viaszvágó, egy barázdát, akkor rájön, hogy nem volt ez olyan egyszerű feladat. Tényleg, még azt elmondom érdekességként, hogy tegnap az is nem tettem oda, hogy oda tettem egy kérdőjelet, aztán kihagytam, mert én szerintem nem kérdés, hogy sok mindennek az őse az így indult el, és inkább csak egy issel próbáltam jelezni, hogy csak ez is volt. Na most a stúdiók működtetése, a stúdiók üzemeltetése az vezérlési feladatot jelent. Tehát az első perctől kezdve, ez mind a két kép a 1928-as még Rákóczi úti stúdióból való, a Hekenasz Gábor könyvéből. Ez meg ugyanennek a Rákóczi úti komplexumnak a erősítő része. Középen látható láthatóak az erősítők, és ami az érdekes, hogy jobb oldalt, itt ezek a kerekek meg a táblák, azok a működtető, az elektromos energiát szolgáltató gépeknek a kezelő szervei. Hát csak az érdekesség, hogy mennyire dominálták a mondjuk így, hogy gépészeti vagy az elektrotechnikában az elektromos gépek
kategóriájába tartozó eszközök a működést. Föl van itt villantva egy 1949-es erősítő és egy 1985-ös stúdió. Kutor Laci egy a napjainkba készült stúdió villantotta föl. Ez látszik, hogy már a 85-ös megoldásokhoz nagyon közel állt. Ez tényleg azt lehet mondani, hogy olyan 10-15 évenként a stúdió vezérlések generációi követték egymást. Na most hát itt is megmondom, hogy az írásból kivettem, de hát ismerjük az informatika kezdeteinek egyik díszes példányát és annak a alkotóját is, a programozható műsorlebonyolítás egyik eszközét. Hát akkor divat volt, és szintén a Hekenasz Gábor írja róla, hogy hát tulajdonképpen Fizzből csinálták, hogy megalkották az angol nevét a berendezésnek, tehát a programozható műsorlebonyolító eszköznek a nevét, és úgy alkották meg, olyan szavakat kerestek, ami fedi is a funkciót, de a kezdő betűi, hát tréfásan magyarok, és Samu névre lett elkeresztelve, úgyhogy ő lett a Samu, a félautomata programozható műsorlebonyolítás, ami hát sok mindent tudott, tudta indítani a magnókat követőstartra, tehát egyiket a másik után, tudta indítani meghatározott időre, tudott szalagvisszatekerést csinálni bizonyos pozíciókra, és így tovább. Tehát egy nagyon-nagyon is már a mai időket megcélzó vezérlőberendezés, egy programozható eszköz volt. Na most sikerágazat tulajdonképpen a magyar rádióba a magnófejlesztés és kezdetben a gyártás volt. Ez azt hiszem nyugodtan kijelenthető, hogy mindenek felett állt műszaki és a rádiózás üzemi értékében is, tehát a rádió egész életét, napi munkáját tekintve is. A baloldali képen csak azt mutattam meg, hogy 1900, nem is érdekes a konkrét típus, 1949-ben állt üzembe az első stúdió magnó, egy külföldi beszerzés, egy nehéz beszerzés. Hát nagyon nehéz volt beszerezni ilyesmit, és 1951-52-re le is állt még az a kevés beszerzési lehetőség is. Lásd a megépített betonbunkert, arra ment a pénz, hogyha egy kicsit megint viccelni, vagy szarkasztikus megjegyzést akarok tenni. Tehát a hidegháború hangulatában nem lehetett beszerezni, ezért a rádió műszaki gárdája nekiállt saját maga fejleszteni, építeni. Az első 10 lejátszó magnót, azt, ahogy én emlékszem és tudom, azt korábbi magnetofonok megmaradt, kiszerelt alkatrészeiből bütykölték össze. Ezek tekinthetők próbálkozásnak. Azonban már 52-ben teljesen saját alkatrészekből épített, professzionális és professzionális szándékkal épített típus jött létre, amit SM52-nek most a típus számokat mellőzve neveztek el, és ebből 10 darabot gyártottak, hát itt áll Glédában a 2x5-ös sorban 10 darab magnó, ezek a rádió műhelyébe készültek. Na most, amit az érdekes, én odaírtam, hogy példaszerű kooperáció az iparral, hogy hát ha az ember megnézi, hogy itt mi mindent kell, minden saját készítés volt abban az értelemben, hogy meg kellett keresni egy gumigyárat, meg kellett keresni egy elektromos motort, egy villanymotort készítő gyárat, és sorolhatnám végig. Meg kellett keresni egy olyan öntödét, amely precíziós, finom alumínium öntvényt tud csinálni. Rengeteg gyárat meg kellett keresni, és itt kooperálható, együttműködhető, összerakható, végül is összerakható, és működőképes és minőségi magnetofont kellett csinálni. Ez egy óriási teljesítmény. Egy óriási teljesítmény volt. Folytatódott ez a munka, és a következő 2 évben, tehát valamikor 54-55-ig, vagy ebben a 2 évben már 60 darab készült a egyel korszerűbb típusból, tehát látszik, hogy itt a elkészült magnók tényleg sorra áll, mint egy üzembe, és ezek még mind a rádióba készültek. Készültek ugyanakkor mobil igényeket kielégítő
magnetofonok is. Hát itt külön van a két egység. A maga a mechanika, a borsók, az egész rögzítőberendezés, és külön itt ugye egy elektronika. Hát ugye azt, amikor ez hordozható, akkor ma mosolygunk ezen, hát ezek olyanok, mint a hajdan volt ekkor a telepes rádió, de a fejlődés itt is rendkívül gyors, hát mindjárt majd látni fogjuk. A lényeg az, hogy ezek a fejlesztések a rádióban indultak el, az alapötletek, a követelményrendszer, azok kielégítésének metodikája, az mind ott született meg, és aztán a rádió átadta az iparnak. Tudjuk, a magnóknál nyugodtan ki lehet mondani, hogy több helyen is gyártottak, de ugye a professzionális magnetofonok gyártásában, majd a Willi fog róla beszélni, de a mechanikai labor azért óriásit alkotott. Abszolút együttműködésben a rádióval, tehát itt szinte közösen ment minden. Itt, amit már említettem, megjelent az a moduláris elv, és arról kell még egy-két mondatot mondani, hogy már az első 5 évben ennyiféle helyszíni közvetítés volt. Csak egy pillanatra mutatnám, hogy ugye ezek jelentenek helyszíneket, és itt azok a nagyon picik, amiket alig látni, meg a helyszínen kirakott mikrofonokat. Látszik, hogy nagyon komoly igény volt arra, hogy a rádió kimozduljon a házból, mobil legyen. Hát csak zsáner képek a várból, a vár udvaráról, a rádió 50 éves évfordulójáról készített helyszíni közvetítések, és eljutott a rádió félvezetőkor hajnalára. 1960-ban már tranzisztoros magnó készült, és hát azt teszem hozzá, hogy körülbelül ebbe az évbe kezdték el az egyetemen is a tranzisztort megmutatni, hogy na, az ilyen, és ezt lehet vele csinálni. És akkor azt, hogy ahol sok mindent megtudhatunk, megtudhattok, itt én felsoroltam a múzeumokat, amiknél a Posta Múzeum, a Diósdi Antenna Hungária, mondjuk így röviden múzeum, a Rádió Polák Mihály téri múzeuma mellett szeretném fölhívni a figyelmet olyan magánkezdeményezésre, mint a Rádió Múzeum, ami a Rádió Múzeum, ami Kollár Ernő honlapja, egészen zseniális. Aztán szeretném a Nagyvilinek, már említettem, a Magnó Múzeum honlapjára fölhívni a figyelmet, az Ajtósi Dürer kiadó könyveire és a Rádiógyűjtők Magyarországi Klubjának a kiadványaira. Ebből mindent meg lehet tudni, amit tudni kell a rádióról, és talán azt lehet végszavazni, hogy mi jellemezte ezt a műhelyt az eddigi 90 éve során. A szakértelem, a komplexitás, a naprakészség, az állandó kooperáció, nem csak a kényszerű, hanem az erre való hajlam és hajlandóság, a leleményesség, ezt sem szégyeljük, sokszor a semmiből kellett, hideg vízből kellett főzni, és a kollegialitás, ami nagyon erős volt mindig is a rádió műszaki gárdájába. Én azt hiszem, hogy nem túloztam ezekkel a szavakkal, és hát én legalábbis ezekkel az érzésekkel emlékszek vissza a rádió műszaki munkájára.